Jó estét kívánok! A nagymúltú HTM ZRT negyed évszázada működik sikeresen városunkban. A születésnap alkalmából csütörtökön este a Hotel Magyar Királyban egy nagyszabású ünnepséget rendeztek a dolgozóknak, ahol elismerések átadására is sor került. Pénteken nyílt nappal várták az érdeklődőket, hogy betekintést nyerhessenek a vállalat életébe. Ezzel foglalkozunk a mai köztérben, tartsanak velünk! A HTM ZRT-t 1992-ben alapították, ekkor 25 alkalmazott dolgozott egy 300 négyzetméter területű kis műhelyben. A cég az elmúlt években az ország egyik leghíresebb és legmodernebb szerszámgyártó cégévé fejlődött, mely termelésének 50%-át exportálja. A cég főként fröccsöntő szerszámok gyártásával és bérgyártással is foglalkozik, így főként az energetikai iparnak gyártanak nagy keménységű anyagból alkatrészeket. Szeptember 1-én a cég fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepli. Pándi János vezérigazgató elmondta, jelenleg 131 főt foglalkoztatnak a rendelkezésre álló 3000 négyzetméter üzemi területen. Négy műszakban folyamatos üzemben állnak a vevők rendelkezésére. A cégcsoport anyavállalata Ausztriában található. Ausztriai anyavállalathoz tartozunk, ezen kívül Németországban van service központunk, Ausztriában még egy gyártóhelyiség van, illetve Torontóban is van egy gyártóhelyiség. Ezen kívül még számos cég tartozik a cégcsoporthoz különböző profilokkal, mint például szoftverfejlesztés. Tehát a magyar vállalat az igazából kezdetektől fogva egy leányvállalatként működik. A fölcsöntő szerszámokkal nagy mennyiségű terméket lehet gyorsan legyártani. Ugye manapság már nem lehet elképzelni fölcsöntés nélkül semmit, autóalkatrészeket gyártunk. Például egy autónak a ütköző zónáját, az ajtóborításokat, a műszerfalat, ezt mind fröccsöntés technológiával állítják elő. Az ipar minden részén megtalálhatóak ezek. A műanyag nyomás hatására folyékonyá válik, kitölti az üdegeket, majd pedig megszilárdul a szerszám, igazán minden zárás 25-30-50 másodpercenként egy darabot kipottyant, úgyhogy ez egy nagyon nagy hatékonyságú gyártóeszköz. Elsősorban az autóiparban gyártunk szerszámokat, fővevőink Gelán és LMP, ugye itt autóülésekben gyártunk rugó borításokat. Ez egy komplex technológia, vas és acél alkatrészek kerülnek behelyezésre a szerszámba, majd arra melegen műanyagot fröccsöntünk, majd pedig a megszilárdulás után az alkatrész kivehető a helyéről. Ennek több szerepe van, funkcionális, nem funkcionális alkatrészek, rendkívül gyors technológia. Magyar vagy inkább külföldi partnerekkel dolgoznak együtt? Hát is igazából, ugye Magyarországon nagyon sok külföldi gyár megtalálható, most már Gelánnak van magyar gyára is, itt Székesfehérváron, illetve az LMP-nek, ami másik nagy vevőnk, ugye Tatabányán van egy üzeme, mind a két helyre gyártunk, de ezen kívül külföldre is természetesen. Az elmúlt években milyen fejlődés volt tapasztalható önöknél? Hát elsősorban a hatékonyság növelése lenne a cél. Nagy energiákat fektetünk arra ebben az évben és a jövő években, hogy egységnyidő alatt még több terméket tudjunk előállítani. A hatékonyság mellett biztonságtechnikai, illetve okos szerszámok kivitelezés is gondolkodunk. Ezzel azt értem, hogy több és több szenzorokat próbálunk elhelyezni a fölcsöntő szerszámokba, amelyekkel minél több információhoz jut majd a felhasználó. Miért jó egyébként HTMS-nek lenni? HTM egy nagyon jó cég, én másfél éve csatlakoztam a csapathoz. Vannak dolgozóink, akik már 25 éve itt dolgoznak. Ez egy, azt mondanám, egy nagy család. Nem igen van fluktuáció, olyan előfordult már, hogy valaki elhagyott minket, de hamarosan visszatért. Rendszeresen megállunk, kis időre megpihenünk, amikor meg dolgozni kell, akkor nagyon tudunk dolgozni. Négy műszakban vagyunk jelen, tehát azt kell képzelni, hogy 7 nap, 24 órába kiszolgáljuk a vevőinket. Van olyan, hogy péntek este, mikor mindenki már pihenni indul, jön a kérés, és hétfő reggel már a segítség megérkezik, úgyhogy ebben nagyon jók vagyunk.
Említett, hogy vannak olyanok, akik már 25 éve a cégnél dolgoznak. Foglalkoztatnak-e diákokat? Foglalkoznak-e az utánpótlással? Igen, egyik legfontosabb feladata a cégnek az utánpótlás nevelés. A Váci és a Széchenyi iskolákkal állunk kapcsolatban. 30 diákunk lesz most szeptemberben. Ezek a diákokból kerülnek ki elsősorban a dolgozóink. Ma már külső forrásból dolgozót találni elég nehéz Székesfehérváron. Aki jó dolgozó, aki értékes a piacon, az mind el van foglalva, azt mind ott tartják. Úgyhogy csak ez egyetlen egy forrásunk van. Ez nagyon fontos, erre egy külön csarnokot építettünk, külön gépekkel, külön menedzserrel, úgyhogy próbálunk egy német mintát lemásolni. A cél az lenne, hogy amikor a diák a képzésből kikerül, akkor a szinte a legjobb dolgozó közé tartozzon, és azonnal tudjon jó munkát végezni. Milyen feladatokat kapnak ők? Ugyanolyan feladatokat kapnak a mindennapokban, mint az ott dolgozók? Igen, pontosan ez a cél. Igazából úgy szeretnénk jó szakembereket nevelni, és úgy lehet jó szakembereket nevelni, hogy az első pillanattól kezdve csak olyan alkatrészen dolgoznak, amelyet később mi értékesítünk. Tehát hozzájárulnak a sikereinkhez. Érezhető a hozzáállásbeli különbség. Egerszegi Zoltán a cég tanácsadója és egyben résztulajdonosa az elmúlt 25 évre büszkén emlékezett. Épp most beszélgettünk a tulajdonossal, a főtulajdonossal, Heldmeier úrral, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor találkoztunk, akkor még nem volt se autópálya, nem volt se mobiltelefon, semmi se, és eljött, és megalapítottuk a céget. Akkor Fehérvár, Fehér megye elég nehéz helyzetben volt, és az egy nagy dolog volt, hogy egy osztrák család, egy magánszemély ide befektetett és alapítottuk, létrehoztunk egy céget. Tehát ezért ez egy nagy dolog volt, hogy akkor sikerült elindulnunk. Jelen pillanatban, mint már kollégám gondol mondta, 130 fővel működünk, és arra is büszkék vagyunk, hogy átéltük ezt a 25 évet, és több mint 120 szakmunkást kiképeztünk. Erre nagyon büszkék vagyunk, és ezek a fiatalok, azt lehet mondani, a cégcsoporthoz tartozó többi leányvállalatnál dolgoznak, van, aki kint dolgozik Kanadában, Torontóban, van, aki meg Ausztriában. Ez egy nagy dolog, hiszen sikerült a fiatalokat arra rábeszélni, hogy olyan cégekhez menjenek el tényleg szakmát tanulni, amiből fognak élni, és úgy érzem, akikkel beszélgettem, hogy vissza is fognak jönni, mert Magyarországot továbbra is hazáknak tartják. És büszkék arra, hogy ott kint meg tudják mutatni, hogy a magyar jó szakembereket elismerik. Ez fontos számunkra ez. A másik még, hogy ennek a 25 éves munkának az eredményeként döntött úgy a család, hogy egy új cég alapításba kezdtünk bele. Megvettek 22.000 négyzetméteres ingatlant, és egy új üzemet fogunk felépíteni. Bízunk benne, hogy 25 év múlva már lesz egy 50 éves cég, meg lesz egy 25 éves. És akkor is még el tudunk jönni. Hallhattunk a kezdetekről és a jövőről is. Erről a 25 évről mesélne nekünk, mi történt a 25 év alatt? Hát a 25 év az egy olyan kezdet volt, hogy ketten voltunk, utána fölvettünk az egyik kolléganőmet, és ő múltkor mesélte, hogy egy fotelba ült, oda tettem a táskaírógépemet, az Erika nevezetű táskaírógépet, aki még emlékszik arra, és azzal gépeltük, és úgy vettük fel az első embereket. Aztán lett belőle 10 ember, 15 ember, és akkor végül elértük a 25-et. Tehát tényleg a nulláról építettük fel. Ezért ez nagyon fontos. Van jó pár kollégánk, aki kezdettől fogva itt van, és holnapi nyílt napon jönnek a nyugdíjasaink, és büszke vagyok arra, és ezt tudom mindenkinek mondani, hogy a nyugdíjasaink szép nyugdíjat kapnak, ennek az a feltétele, hogy be is fizetjük az államnak azt a fajta összeget, ami ezután jár. És erre azért van szükség, hogy ezzel az összeggel, ezzel a dologgal tudjuk a várost támogatni, meg az, hogy így látjuk a hatékonyságot. Tehát nem lehet feketén, nem lehet másféleképpen dolgozni, az ember önmagát becsapja. Látni kell a számokat, és az embereket arra kell ösztönözni, hogy megfelelő hatékonysággal dolgozzunk. Ez egy szintén egy nagy tanulság az elmúlt 25 évnek. Nagyon sok helyen a külföldön is a falunak a kovácsa, a lópatkoló kovácsa,
az előbb-utóbb elkezdett kályhákat gyártani, és azokból lett szerszámgyártó. Na most a Heldmeier cég is épp így van, ők is szerszámokat gyártottak, és kerestek itt partnereket. És így alapítottunk, kezdtünk el szerszámgyártással foglalkozni. Valójában annak idején, amikor itt Fehérváron meg környékén jó pár szerszámgyártó csődbe jutott, akkor volt egy megfelelő létszám, akit fel tudtunk venni, és így el tudtunk indulni. A szerszámgyártás az egy nagyon érdekes dolog. Most volt itt nálunk a mai nap külföldről neves cégek, akik mint a Schaefer, aki a világon ellátja kukákkal, meg hasonló cégek, ugye, és ezek hatalmas nagy összegek. Tehát gondoljunk arra, amit az Aldiba látnak, összecsukható zöld rekeszt, az is a mi cégcsoportunk gyártyazgat a szerszámokat. Ilyen szerszámokból egyszerre 20-at el kell készíteni, hiszen egyszerre a piacon meg kell jelenni több százezer rekesszel, különben el lehet kezdeni. Tehát ez egy akkora pénz, ezek a projektek 5-6 millió euró nagyságrendűek, és ez egy iszonyú nagy bizalom van a vevő részéről, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni. Tehát ezért ez egy kényes vállalkozás. Hasonló típusú az az autóiparnál is, és büszkék lehetünk arra, hogy itt Fehérváron jó pár olyan cégnek tudjuk szerszámokat javítani, akik az autóipar részre beszállítanak. Van egy újabb érdekes területünk, mivel szerszámkészítőben és ebben a szakmában hiány van, az országból már van 3-4 partnerünk, aki a nagyméretű szerszámokat ide fogja hozzánk hozni, ez is kell ez a fejlesztés, mert mind az Audinak, mind pedig a Mercedesnek ezeket a nagy szerszámokat, amikor lökhárítót, vagy ajtókat, vagy ajtóbéléseket gyártanak, meghibásodik, nem lehet visszavinni Németországba, mert a szállítási költség meg egyébnek. Ezért van nagy jövője ennek a szerszámgyártásnak. Ezért választottuk mi. Egyik oldalra ebből az indítatásból, másodszor ebből az igényből. És gondolom folyamatosan megújulás, hiszen egyre változnak az igények, egyre nagyobbak az igények, és új szerszámok is kellene, gondolom folyamatosan, ezáltal a technológia is folyamatosan újul. Teljesen természetes, ugye, hát a vevők, azok mi is azok vagyunk, ugye mindenki. Amikor bemegy a boltba, ugye, vagy bemegy az autókereskedésbe, egy új autót szeretne venni, amely nem olyan, mint a régi volt, ugye. Vagy bemegy a boltba, és szeretne venni egy új kávéfőzőgépet, ugye, annak más a külseje. Ahhoz egy másfajta szerszám kell. Ezért nagyon felgyorsultak ezek a dolgok, tehát már nem úgy van, hogy 10 évvel ezelőtti kávéfőzőt, vagy 10 évvel ezelőtti autót, vagy 10 évvel ezelőtti ilyen terméket, vagy akár mobiltelefont. Emiatt ez a termékeknek a gyártása felgyorsult, és ez vonza mag után a szerszámgyártást is, hiszen csak így tudunk meglenni. Emiatt ugye természetesen az olcsósága, a termék jósága, a termék minősége miatt újabb technológiák jönnek, hogy hogyan kell ezt elvégezni. Ezért fontos számunkra, és nagyon örülünk annak, hogy sikerül fiatalokat megnyerni arra, hogy ezt a szakmát folytassák. Ez egy nagyon szép szakma, tetszik is nekik, és én innen is azt tudom csak mondani, hogy minden generáció éppen olyan jó, mint a másik, csak kicsit másképpen kell velük beszélni, és bízni kell bennünk, mert vagy a gyerekeink, vagy a testvéreink, vagy az öcseink, tehát hozzánk tartoznak, nem lehet őket megtagadni, olyanok, amilyeket mi neveljük őket, és ez egy nagyon fontos dolog. Beszéljünk is egy kicsit a dolgozókról. Miért jó egyébként HTMS-nek lenni? Ez olyan szempontból jó, hogy érzik azt, hogy ez egy családi vállalkozás. Tehát amikor nehézség van, akkor nem úgy nem építjük le a céget, hogy elküldjük az embereket, hiszen ezek egy összetett szakmai, összetett tudású emberek. Tehát ha elküldöm, akkor 2 hét múlva, 1 hónap múlva, fél múlva nem tudom visszahozni. Tehát nekem ezeket az embereket meg kell tartani. Tehát bizonyos szempontból egy stabilitást is az. Másodszor, mivel kapósak ezek a szakmabeli emberek, ugye, a bér szempontjából megfelelően meg kell őket fizetni. Természetesen én mindig azt mondom, semmi gondom, nem zavarok azt, hogy valakinek magas a bére. Csak legalább 1 forinttal többet termeljen, mint amennyit kifizetünk neki. Meg hát az eszközöket meg kell.
Az nagyon fontos, hogy az emberek jó kedvel, megfelelő hangulattal, nyugodtsága mennek dolgozni, mert akkor lehet jó minőséget termelni. És ezt közösen meg tudjuk valósítani. Ez a mi célunk. Az osztrák kollégáink ugye mondták el kezdetkor, ez egy nagyon érdekes sztori volt. Ugye most gondoljunk arra a rendszerváltáskor, amikor találkoztam a Heldmeier úrral, következő történt. Én, aki a szocializmusban nevelődtem, meg jártam iskolába, különböző ilyen típusokra, mi megtanultuk, hogy a legfőbb érték az ember. És jött erre ez a kapitalista ember, és azt mondta, tudod, legfontosabb a dolgozó. Mondom, te milyen marxista iskolába jártál, hogy ezt szedted össze, hogy honnan veszed ezt a példát. Azt mondja, tudod, ha van pénzed, vagy bank, felveszel hitelt, megveszed a gépet, de ki fogja kezelni a gépet? Ha nincs ott az ember, nem lesz abból a termékből semmi. És ezt látnunk kell. Tehát látnunk kell, hogy az emberek működtetik az eszközöket, az emberek felügyelik a gépeket, hogy most a mennyire kell az, és mennyi benne a fizikai munka, vagy munka lényegtelen, de akkor is az ember irányítja. És ezért nagyon fontos az ember számunkra, a dolgozó. És ugye próbálunk különböző rendezvényekkel, próbálunk különböző dolgokkal a privát életbe is összehozni őket. Van egy alapítványunk, a Vulcanus, amelynek az a célja, szabadidőbe vigyék el a kollégák, a fiatalabbakat horgászni, futni. Épp most volt az egyik partner vállalatnál úgynevezett öttusa vagy olimpia, ahol egy páran részt vettek, és akkor ezen keresztül az emberek megismerik egymást, és megtanulják egymást becsülni, és még egy. Ha valakinek valami problémája van magánéletében, kihez tud fordulni? A céghez. A céghez tud fordulni, aki tud rajta segíteni. Akár egy kis fizetés előleg, akár bármivel. És ez az a fontos, hogy az emberek érezzék, hogy számíthatnak ránk, és viszont mi is ugyanezt kérjük tőlük, hogy szintén mi is tudjunk rájuk számítani. Milyen szakmai tudást várnak el a dolgozóktól? A dolgozóktól olyan szakmai tudást várunk el, amelyet az iskolában meg tudnak szerezni egy alapvető elméleti ismeretet, nálunk pedig a gyakorlatot tudjuk elmagyarázni nekik, megmutatni. Egyet tudomásul kell venni, nagyon kevés olyan szakma van, talán nincs is, amelyeket egyik napról másra meg lehet tanulni. Tehát ennek van egy hosszabb folyamata, tehát mindenki volt kezdő. Nem kell félni a kezdőtől, hiszen el kell valahol kezdeni. Ugye, ha nem veszek fel kezdőt, akkor holnap után nem lesz jó szakemberem. Tehát meg kell adnunk mindenkinek azt a fajta esélyt, hogy mint kezdő el tudjon kezdeni. És tehát végül azt is mondhatjuk, számunkra az a legfontosabb, ha valaki eljön hozzánk, jelünk egy munkára, legyen egy ilyen irányú alapképzettsége, bár már volt olyan, akinek nincsen, de egyet lássunk rajta, hogy akar dolgozni, akar valamit tenni. Az a legfontosabb, hogyha ezt akarja, ezt szeretni, akkor meg tudjuk tanítani, és ő is képes arra, hogy megtanulja. Önöknél milyen technológiával, milyen gépekkel találkozhatnak azok esetleg, akik nem ott dolgoznak, és azok is, akik önöknél dolgoznak? Akik nálunk dolgoznak, alapvetően CNC vezelési vagy számítógépvezelési gépekkel dolgozunk. Ehhez azt kell látni, hogy a mai világban ugye a számítástechnika sok mindent ural. Ez azt jelenti, hogy egy 3D-s modellben megkapjuk a vevő által megálmodott terméket, azt meg kell konstruálnunk, azt le kell rajzolnunk, vagy meg kell terveznünk, és most az a célunk, hogy rajzpapír nélkül tudjuk közlekedni, vagy tudjuk közölni egymással az adatokat. Tehát marós, CNC-marós, szikraforgácsoló, lakatos, szerszámkészítő, tehát ezeket a klasszikus forgácsolási, gépi forgácsolási szakmunkásokat, szakembereket várjuk. Természetesen a megfelelő irányú képzettségű egyetemet végzett embereket is várjuk. Itt most vettünk fel 6-ot, akik ezeket a számítógépeket, ezeket a rendszereket kezelni tudják, és meg tudják tervezni ezeket a dolgokat. Tehát végül azt lehet mondani, hogy mindenki, aki dolgozni akar, szívesen várjuk. Szoktuk is hozni a kamarától azokat a 7. 8. osztályos fiatalokat, tanulókat, hogy egyáltalán legyen egy elképzelésünk, mi egy munkahely. Sajnos ez az utóbbi időben elmaradt. Tehát ez a legfontosabb. Egy pár szót még beszéljünk a partnerekről. Az elmúlt években hogyan alakult a cég partnereinek a száma? A partnereinek a száma érdekesen alakult. Szintén az osztrákjainktól tanultuk meg azt a fajta dolgot, hogy
a partner az egy, ez egy nagyon magas szintű fokozat, hiszen először bejön egy vevő, aki valamit szeretne, és akkor utána valamit megrendelne állunk, azt elkészítjük, és utána ugye oda kell adni. Ez majdnem olyan, mint mit tudom én mondjuk egy ételnek a főzése. Ugye odaadjuk, és akkor megkóstolja. És akkor azt mondja, hogy nagyon finom, de kicsit sós. Ugye? Na mostan az a fontos, és akkor válik partnerré, hogy azért az az ételt sikerült, úgy, vagy azt a szerszámot sikerült úgy megalkotni, hogy visszajöjjön, és ugye tudja azt, hogy ő rájuk számíthatunk. Ahogy mondom, ugye itt nagy pénzekről van szó, drágák ezek a szerszámok. És nem is csak az, hogy a szerszám drága, hanem mondjuk egy autóiparnál, vagy egy bármelyik ilyen típusú cégnél nem lehet megállni. Tehát, hogyha megáll a gyártósor, 10 milliós büntetéseket, bírságokat kell fizetni óránként. És ezt át kell hidalni, ezt meg kell csinálni. Tehát mi nálunk az történt sokszor, hogy vannak partnerek, vagy vannak vevőink, akik utána elmennek a más irányba, vannak, akik kimentek Kínába, és most visszajönnek, mert ugye itt vannak Fehérváron, ugye, és a mindennapos munkához szükség van az, hogy legyen nekik egy támaszuk, egy hátterük, és ilyenkor válik valaki partnerré, amikor jön a problémáival. Nekünk meg azt kell megszoknunk, hogy akinek nincsen gondja, az nem jön hozzánk. Akinek gondja van, az jön hozzánk. Tehát végül feladatokat kell megoldanunk, és ekkor leszünk partner. Akkor, amikor a vevőnek elmondjuk, hogy az elképzelésed jó, de jobb lenne így, hogy ugye a végső dolog az, hogy a mi vevőnk, a partnerünk el tudja adni a termékét. És akkor győztünk mind a ketten. Tehát így változik. Nagyon sok stabil vevőnk van, akik visszajönnek, időnként van, amikor elcsábulnak, ugye? De annak van egy olyan előnye, hogy rájönnek, és akkor visszajönnek hozzánk, ti azért jobbak vagytok. Ilyen méretben Magyarországon nem sok szerszámgyártó van. És mi ráadásul nagyméretű szerszámokat gyártunk. Ez azt jelenti, hogy 26-30 tonnás szerszámokat készítünk, javítunk, gyártunk. Nem is egy esetben volt, amikor a neves autóipari beszállítók végső kényszerben minket találtak meg, hogy a 26-30 tonnás szerszámokat meg tudjuk javítani, és megfelelő működési állapotba tudjuk hozni. Tehát ilyen szempontból azt tudjuk mondani, hogy egyediek vagyunk, és mi ezt az egyediséget szeretnénk azért tovább vinni, erősíteni. Természetesen ugye egy fecske nem csinál nyarat, meg egy beszállító nem beszállító, hiszen azt mondjuk, hogy akár néznénk a hosszú Katinkát, egyedül a merencébe nem tudna világcsúcsot úszni. Tehát mi egyik oldalon örülünk, hogyha van konkurencia, mert az azért segíti, az embert is ösztönzi. Így azt mondjuk, hogy szerintem a jobbak közé tartozunk Magyarországon. A cég születésnapjának alkalmából csütörtökön este a Hotel Magyar Királyban rendeztek ünnepséget, ahová városunk polgármestere is meghívást kapott. Cserpalkovics András köszönetét fejezte ki a cég városban betöltött szerepéért, valamint elmondta, negyed évszázad a helyi gazdaságban is és a foglalkoztatásban is egyaránt jelentős. Röviddel a rendszerváltoztatás után, amikor ugye az ipar egy részének összeomlása okán különösen fontos volt az új munkahelyek létrehozása, a nyugati munkakultúrának Fejevára történő megérkezése, akkor azt gondolom, hogy kulcskérdés volt, hogy jöjjenek ilyen cégek, és akkor egy osztrák cég úgy döntött, amelyik egyébként éppen most 40 éves, hogy Fehérváron létrehoz egy üzemet, és hogy ez egy jó döntés volt. Ő is így gondolta, és a városnak is jó volt, az pedig jól jelzi, hogy itt vagyunk a 25. születésnapon. Rengeteg embernek adott ezen időszak alatt munkát, családoknak egzisztenciát, a városnak helyi adót, amiből nyilván a város tudjuk fejleszteni, hogy nagy hozzáadott értéket, folyamatos fejlesztéseket, hiszen ezen időszak alatt nyilván a technológiát többször kellett cserélni, és hát a társadalmi felelősségvállalásból is kivette a cég a részét több területen is, úgyhogy nem jöttünk mást mondani, mint hogy Isten értesse a hátémet itt Székesfehérváron. Reméljük, hogy sokáig maradnak, és nyilván itt a partnereken keresztül megköszönjük mindenkinek, aki tett ezért a cégért valamit, nem elfelejtve, hogy egy egészen biztos, hogy az ott dolgozók nélkül nem lenne 25 éves a HTM, hiszen ők voltak azok, akik munkájukkal az osztrák tulajdonos korábbi döntését visszaigazolták. Az ünnepségen városi kitüntetéseket és a cég elismeréseit is átadták a legjobb dolgozóknak.
Mario Haldmeier cégvezető az ünnepségen az elmúlt 25 évért mondott köszönetet. Und wenn ich mich noch erinnere, vor 25 Jahren, és ha én emlékszem, visszaemlékszem 25 évre, ich noch so klein war, ilyen kicsi voltam, und mein Vater mich das erste Mal mitgenommen hat hierher nach Székesfehérvár, először édesapám ide hozott Székesfehérvárra, war, wie der Herr Bürgermeister gesagt hat, die Welt eine andere. És ahogy a polgármester mondta, akkor még másmilyen volt a világ. Und ich denke schon, dass hier die Mitarbeiter, die schon ewig dabei sind und vor allem Szoltenegerszegi. És én úgy gondolom, hogy ezekkel az emberekkel, akik itt ott ülnek hátul, és ennyi ideig dolgoznak, Egerszegi úr is. Wirklich sehr, sehr stolz sein können auf das, was sie erreicht haben. Nagyon büszkék lehetnek arra, amit elértek. Keine Frage, wir haben mitgeholfen hoffentlich ein bisschen. De semmi kérdés, mi ebben egy kicsit segítettünk. Arbeit ist hier passiert. De a munka az itt történt. Und dafür möchte ich mich im Namen der Familie recht, recht herzlich bedanken. És ezért nagyon-nagyon köszönöm a családnak. Die Firma HTM ist auch die Firma, die schon am längsten in der Heidelberg-Gruppe ist. Tehát a HTM ZRT legrégebb óta tagja a Heidelberg csoport. Und mit Sicherheit die Firma, die auch für uns am wichtigsten ist. És HTM az egyik legfontosabb cégünk. In letzter Zeit haben wir sehr vieles gemacht, dass wir noch enger zusammenwachsen. Utóbbi időben még szorosabban együtt dolgoztunk és együtt nőttünk. Deshalb freut es mich auch wirklich, dass Lukas Tesan mit seiner Frau auch hier ist. Ezért külön örülök neki, hogy Lukas Tesan és a feleséggel Torontóban itt vannak. Denn wir werden hier eine Achse aufbauen. Itt egy tengelyt fogunk kialakítani. Mit neuen, dynamischen, jungen Mitarbeitern, die hier in den Schulen ausgebildet worden sind. Egy új dinamikus céget, és nyilván olyan diákokkal, akik itt is kiképzéseket und die Erfahrungen in der Welt machen möchten. És akik nyilván tapasztalatot szeretnének szerezni világból. Ich möchte mich noch einmal für alle bedanken, die hier an der Organisation mitgearbeitet haben. Még egyszer nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, hogy az este létrejöttet. Und wünsche uns heute eine schöne Feier. Kívánok mindenkinek jó szórakozást. Ihr habt es euch verdient. Ezt mindenki megérdemli. A születésnap alkalmából a cég pénteken nyílt napot tartott, ezzel mindenki számára lehetővé tette, hogy megismerhessék az itt folyó munkát. A gyártási folyamatok megismerése mellett színpadi produkciók is várták az érdeklődőket. A résztvevőket Pándi János vezérigazgató köszöntötte, aki beszédében bejelentette, a közelmúltban egy új vállalat, a HTM Holding is megszületett, ahol a jövőben nagyméretű fröccsöntőszerszámokat fognak gyártani. Nagyon büszkék lehetünk, hogy ma itt vagyunk. 25 évig a HTM menedzselte, hogy túléli, illetve fejlődik. Innováció és kreativitás mindig nagy szerepet játszott az életünkben. Ma egy hatalmas mérföldkőnél áll. Tudjuk, hol akarunk lenni a jövőben, 2 év múlva és későbbiekben. Egyszerűen a legjobb szerszámgyártó szeretnénk lenni. Ilyen egyszerű. Nulla baleset. Nem engedhetjük meg, hogy dolgozóink a munkahelyen megsérüljenek. A leghatékonyabbak kell legyünk, a vevőkre nem tudjuk áttranszferálni a hatékonytalanság költségét. Papírmentes gyártás az egyik ennek. Megszűnnek a rajzok, csak 3D-ből dolgozunk, kevesebb emberi hiba, mindezt jövő májusig szeretnénk bevezetni. A Haldemeier család jelentős befektetést tett ebbe az irányba. Csak ebben az évben több mint 1 millió eurót költöttünk nagy hatékonyságú, nagy pontosságú marógépekre. Köztük van egy 5-tengelyes, 2-3-tengelyes simítógép és egy új többszikla is. Ugyanakkor költünk hardware-re és szoftverre és valamint tréningekre. Büszkén jelenthetem be egy új vállalat megalapítását. Nem régen megszületett a HTM Holding. Földet vásároltunk itt Székesfehérváron, 22.000 négyzetméter. Ebben a vállalatban nagyméretű fröccsöntő szerszámokat szeretnénk gyártani, karbantartani és módosítani. Egy mérettartományjal fellépünk a piaci igények kielégítése érdekében. Ez számomra egy rendkívül izgalmas jövő. Én szeretném megköszönni a dolgozóinknak azt a sok munkát, amit beletettünk ebbe a látogatásba,
A visszajelzések egyelőre nagyon pozitívak, nagyon jól nézünk ki, szeretném megkérni a dolgozókat, hogy ezt próbáljuk megtartani, illetve a mai napon érezzük jól magunkat, egy kis műsorra készültünk, a kezdetre pedig egy jó ebéd, ehhez pedig jó étvágyat kívánok mindenkinek. A köszöntőt követően egy jókedvű ebédre is sor került. A HTMS dolgozóknak ezzel a nagyszabású ünnepséggel és nyílt nappal köszönte meg a nagymúltú cég az eddig elért munkát, bízva szlogenjükben, mely szerint ezek után is az irány előre. Ez volt már a Köztér, tartsanak velünk legközelebb is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!